Mindig nagyon jó kedvű volt. Semmi olyan nem történhetett. Mondjuk másik, egy egészséges ember talán elgondolkodik legalább rajta, vagy fönnakad, de a jelmondata volt, azt mondja, soha nem nézem, hogy estem a gödörbe, azon töprengek, hogy kapaszkodjam ki. Úgyhogy nem zavarta őt. Annyi nehézségünk volt, de mindig a jó kedve az sosem volt, mindig mosolygós volt. Mindenki úgy emlékezik rá, hogy a még így össze-össze jövök régi ismerősökkel, hogy mindig hogy nevetett a Gábor, milyen jó kedvű volt. Molnár Gábor 1908. december 2-án született Óbudán, szülei vendéglátóiparban dolgoztak és szerény körülmények közt éltek. Két testvére volt, egy fiú, Károly, és egy lány, Ilona. Molnár Gábor több nyarat nagyszüleinél töltött Ajka Csingervölgyben. Gyermek és ifjúkorában sokat járt az állatkertbe, a Városligetbe, és magyar felfedezők műveit olvasta. Erdész szeretett volna lenni, de nem tudták tanítatni, egy időre borfiú lett. 1927-ben Pápán mezőgazdász képesítést szerzett, majd 2 évig gazdatisztként gyakornokoskodott Tolna és Somogy megyékben. Az Est 1929 karácsonyi számában olvasott egy Brazíliába készülő bogárgyűjtő expedícióról, amelyet Pusztai Lajos szponzorált és Horváth Elemér vezetett. Reményesen lehetett rá, hogy a saját erejéből egyszer kutatóútra indulhat, levélbe jelentkezett az expedíció vezetőjénél, Horváth Elemérnél. Adottságai, lövésztudása és elszántsága miatt őt választották a Magyar Nemzeti Múzeum állat- és rovargyűjteményét gyarapítani hivatott expedíció 3. tagjának. Párizs érintésével Le Havre-ból indulva szelték át az óceánt, és 1930. május 23-án érkeztek meg a brazíliai Recife városába. Innen indult el egyedül Manaus felé Belém érintésével. Sajnos a fegyvereit nem kapta vissza időben, zárva volt a kikötői vámhivatal. Így két társával megegyeztek, hogy ők a következő hajóval utána mennek. A Belemben töltött 3 nap alatt is ismerkedett az őserdővel, gyűjtötte a rovarokat, bogarakat. Manausba érkezése után 2 héttel kapott üzenetet társaitól, akik elérték Belém városát. Ott viszont Pusztai Lajos maláriás lett, és ezért nem tudtak tovább menni. Majd Horváth Elemér is megbetegedett, így esélyük sem volt arra, hogy csatlakozzanak Molnár Gáborhoz Manausban. Két társa a gyógyítások és hazautazások finanszírozására még Molnár Gábor fegyvereit és hátramaradt felszerelését is eladta a sajátjukon kívül. Manausban ismerkedett meg Lakó Károllyal, a magyar rovargyűjtővel, aki itt élt és vadászott. Tőle kapott felszerelést, amelyel elkezdhetett gondolkodni a vadász expedíción. Ott állt pénz nélkül, támogatók nélkül, semmi nélkül, úgyhogy ahhoz, hogy ő ilyen gyűjtő utakra induljon, mindig 2-3 kaboklót szerződtetett, hát ahhoz pénz kellett, és akkor ő leszerződött a fordültetvényre, mert ő különben mezőgazda volt. És akkor ott dolgozott 2-3 hónapig, amit megkeresett, akkor abból megint elment gyűjteni kaboklókkal 2-3 hónapig, és ez így folyt. A begyűjtött állatokat, köztük értékes óriáskígyókat, bogarakat, rovarokat, állatbőröket a budapesti állatkertnek és a Nemzeti Múzeumnak küldte haza. Sajnos, ami a Nemzeti Múzeumból került, az majdnem mind elégett. Hát ő hazott haza még eleven óriás kígyókat is az állatkertben, hajóval, vakon. Én nem tudom, hogy csinálhatta. Ugye hajóval, meg Franciaországba kötött ki, meg onnan haza kellett jönni vonattal, és hazaértek az óriás kígyók is. 1932. március 7-én a raktárban, amit ő felügyelt, egy beosztottja, egy fiatal fiú veszélyes holmit, egy csomag gyutacsot talált, amely bármikor felrobbanhatott. Molnár Gábor maga akarta eltávolítani a gyutacsokat, de útban a közeli folyó felé azok felrobbantak a kezében, és mindkét szeme világát elvesztette. Ha ő nem vakul meg, biztosan, hogy nem lett volna író belőle. Ő mindig is kalandvágyó volt, egész életében vakon is. Mindig ment az új után, minden érdekelt, ami új, ami más.
ami valahogy ezt soha nem tudta elfogadni a környezete. Érdekes. De elvárták volna tőle, hogy mivel vak, akkor most üljön le és maradjon magába. De nem, őt minden érdekelte, és ő többször el is mondta másoknak is, hogy ő kizárólag illett író ezért, mert megvakult, és ugye először, ha jól emlékszem, hogy biztatták, hogy írja meg az élményeit. De aztán ő még regényt is írt egészen hamarosan a balesete után. És hát akkor magától jött ez az egész, és egyszerre csak azon kapta magát, hogy ő író. Azt mondta, hogy ő csodálkozott rajta legjobban. A balesete után, amikor végre haza került, akkor a szemklinikán egy ápolónő tanította meggépelni. Mert na akkor volt egy olyan időszaka, azt mondta, hogy körülbelül 2 hétig tartott, amikor komolyan az is megfordult az agyába, hogy ő nem akar tovább élni. És azt mondja, hogy tulajdonképpen ez óriásit lendített rajta, mert ez az ápolónő sokat beszélgetett vele, és mikor ilyen elkeseredve mondta, hát mit tud ő, most mi lesz, csak így ül és semmi, és akkor az az ápolónő is mondta, hogy honnan jött, igen, Brazíliában, igen, ott vakult, meg hogy történt, és akkor bevitt egy írógépet, és azt mondta, hogy én megtanítom írni írógépen, és írja le ezeket. Így kezdődött. És tényleg ott tanult meg a szemklinikán a gépen írni. No persze, tökéletesen soha se tudott, azért kellett, ő megírta, és utána fel kellett olvasni neki, és akkor belejavított, amit gondolt, vagy kihúztuk, azt már a felolvasó, a segítője végezte mindig, hát általában eleinte én, és akkor így, amikor a végén már megvolt, amit beírt, meg kihúzott, megkapta a végleges formáját a szöveg, hát akkor valaki más gépelte le, többnyire én. Első írása az Est vasárnapi mellékletében jelent meg 1933. február 23-án az Anakonda a kígyó támadása címmel. Ezt a lehetőséget régi barátja Dallos Sándor szerkesztő adta neki, aki elvitte írását az akkori főszerkesztőhöz, Légrádi Ottóhoz. Az írása sikert hozott, és rögtön 3 másik írást is rendeltek tőle. A további siker sem maradt el, és egyre több újság közölt tőle, például a Kis Újság, Tükör és az Állatkert lapja a Természet is. Polgár Géza, a Mit üzen a rádió című műsor szerkesztő műsorvezetője jutatta be a rádióhoz, miután készített vele egy interjút. Az elkövetkezendő időben egyre többször olvasták fel és játszották a műveit a rádióban. Első teljes kötete 1940-ben jelent meg a Kalandok a brazíliai őserdőben címmel. Országosan ismert íróvá az 1950-es évek közepétől vált. Az 1960-as és 70-es években az ország egyik legolvasottabb írója volt, írásai nem ritkán másod- és harmadközlésben is megjelentek. Azóta azonban műveit nem adták ki újra. 1946-ban ismerkedett meg későbbi feleségével. Én 16 éves voltam 46-ban, amikor megismerkedtünk, és rettenetes körülmények között éltünk. Óriási szegénységben, édesapám eltűnt, nem tudtunk róla. Később derült ki, hogy már nem is él. 4 gyerekek édesanyámmal, és én volt egy ismerős család, ahova nagyon boldogan elmentem, segítettem a néninek. Nem pénzért kaptam 2 nagy szelet zsíros kenyeret, és ez akkor még ez is sokat számított. És én meg boldogan, mert amúgy is kedveltem azt az idősebb házaspárt, és valami újságokat is szerettem, mindig elrendeztem náluk, segítettem, nem kértek rá, de én megcsinálom, sorba raktam újságokat, és nézem egy újság legtetején, ugye, hogy milyen véletlenül múlik az ember sorsa. Az életem itt dőlt el. Nézzem, hogy világtalan ember felolvasót, kísérőt keres. És egy telefonszám. Na hát én gondoltam,
én ezzel pénzt is kereshetek, segíthetek édesanyámnak, és hát telefonáltam, és mondta, hogy mikor menjek, és kiderült, egész közel laktunk egymáshoz abban az időben. Elmentem megkeresni, és látom, hát én olyan nagyon gyereknek éreztem még magam, ő meg egy felnőtt férfi szemüveggel, vakember, egyből úgy köszöntem, hogy kezit csókolom. És akkor ő meglepődött, de mindjárt tegezett, és a jó van kislány, hát ülj le, meg mi. Szóval adok, ott vannak könyvek, vegyél el egyet, mutatta, hogy hol egy polcon, és olvassál, hogy hogy tudsz felolvasni, és én szépen tudtam felolvasni. És akkor azt mondta, hogy hát igen, szépen olvasol, de majd meglátjuk, mert volt más jelentkező is, majd értesítünk. Szóval írd fel a címedet, szóval itt találsz az asztalon papírt meg tollat. Á, mondom, Gabi bácsi, mert mondtam, és hogy szabad szólítani, az hát Gabi bácsi. És így én mondtam, Gabi bácsi, kezit csokkolom, ő meg tegezett. Á, mondom, Gabi bácsi, nem írom le, én tudom, akkor már ez azt jelenti, hogy nincs rám szükség. Hát, na, hát azt mondja, ahogy gondolod. És kiléptem az előszobából, és valahogy utánam szólt, hát mégis azt mondja, írd le a telefonszámod meg a neved. Nem mondom, tudja, mit jó. És leírtam. És akkor eltelt vagy 2-3 hónap, amikor egy szomszéd asszonyát küldte értem. És akkor hát így ismerkedtünk meg. Én jártam szorgalmasan, kísértem, segítettem neki. Aztán 18 éves koromban levizsgáztam autóvezetésből, mert legalább olyan kalandvágyó voltam, mint ő. És mondom, én sofőr leszek, akkor sokfele eljutok. Na és akkor valahogy mindig visszamentem, minden, az is lettem, de visszamentem minden szabadidőmben, és na Gabi bácsi, felolvasok magának, vagy kísérjem el valahova. Aztán eljött az az időszak, hogy időnként elküldött, mert éppen egy hölgy vendége volt, és ez nekem nagyon rosszul esett. De én nem akkor egy 16-18 éves lányval, hogy nem volt olyan okos, mint manapság, mások voltunk még. Csak hogy kezdtek volna udvarolni a kollégáim. És mindig a mamámmal beszélgettek, és azt mondta édesanyám, hogy te soha nem mész el, hát olyan aranyos fiúk, válogathatsz, menj velük moziba, vagy valahová, rendes fiúk. Én csak azt mondom, mindig csak a Gabi bácsi, rohansz a Gabi bácsihoz. Egyszer csak rájöttem, hogy hát én nem akarom otthagyni a Gabi bácsit. És akkor következett el az, amikor 20 éves lettem, és akkor nem volt senki nő körülötte, és tudom, hogy egy napon, mondom, én már kibököm, azt beszélgettünk, és tudom, akkor a mamájához kellett kísérni Érligetre, és gyalog mentünk át Érligetről Diósdra, sose felejtem el, és a gyönyörűségesen szép idő volt, tavasz volt, és kibögtem, mondom, Gabi bácsi, nem akar engem feleségül venni. Annyira meglepődött, azt mondja, hát te hozzám jönnél, hát én idős vagyok, kopasz vagyok, vak vagyok, hát engem nem érdekel, én ezt már mind megszoktam. Komolyan én ezt egyszerűen nem érzékeltem, nem, valahogy nem láttam én se benne a vakembert, mert hiszen annyira önálló volt, annyira tetrekész, annyira mozgékony. Mondom, a mozgása után nem hitték el, hogy egyáltalán, mondták, valamit biztosan lát, mert különben nem viselkedne így. És oda nézett, nem mereven előre, ahogy általában, ha beszélgetett valakivel, mindig ránézett, valahogy önkéntelenül. Amit elhatározott, azt ő véghez vitte. Olyan a legszükebb környezetünkben is mindig volt néhány ember, nem hitték el, hogy egyáltalán nem lát. Olyan biztosan mozgott, annyi mindent megcsinált, annyi mindenre képes volt, hogy tényleg sok férfi, látó férfi, nem képes azt megcsinálni, amit ő elvégzett, és megcsinált, és megoldott. Például kint, amíg Érdigetán laktunk,
egy mély kút volt, és úgy örült, hogy ha a szénkefe elkopott, akkor biztos, hogy ő mászott le a kútba, és ő cserélte ki. És hát olyan nagyon-nagyon kis primitív kocsi volt először egy DKV, hát annak a karburátora is hát nem olyan volt, mint ezeknek a modern kocsiknak. Úgy örült, ha eldugult, egyből ugrott, szétszedte, kifújta, kitisztogtatta, visszarakta. Több helyen laktak Budapesten. Hát igen, 18 négyzetméteren laktunk két gyerekkel. A Gábor fiam az apjával aludt, én meg a lányommal, az Éva lányommal. Konyhánk nem is volt, egy picike kis fürdőszoba, meg egy előszoba, amiben volt egy tűzhely. Úgyhogy ha az édesapjuk hazajött, akkor mind a két gyerek ugrott föl és ment a heverőre, nehogy eltapos őket az apjuk. Ez annyira beléjük kiódott abban a pillanatban, amikor hallották, hogy jön az apu, akkor ők már ugrottak fel a heverőre. Már ez maga is nehéz volt. Hát most az, hogy ugye ő éjjel szeretett írni a csöndben. Nem volt, ma két gyerek aludt bent a szobában, nem írhatott erre. Becsukta az előszoba ajtót, meg a fürdőszoba ajtót, és a vécére tett egy párnát, maga előtt egy hokedli volt, azon az írógép is, így írta a könyveit. Kálmán László, ügyvéd, édesanyja barátja, bevezette a fészekklubba és az írói körökbe. Itt ismerkedett meg sok íróval, szerkesztővel, például Lénárt Menyhértel, és került be az írói társadalom vérkeringésébe. 26 önálló kötete jelent meg, és több mint 100 tárcája ismeretterjesztő írása. Rádiójátékokat is írt. Több száz író-olvasó találkozón vett részt, terjedelmes levelezést folytatott. Nagyon kedves, jó barátaink voltak, sajnos már ugye senki nem él. Például egészen közel lakott hozzánk Tamási Áron. Jártunk, összejártunk. Akkor a Timár Máté, akkor a Sinka István, a költő, az ott is lakott nálunk egy ideig. Akkor ki volt még? Ők voltak a legközelebbi. A Rideg Sándor, például az Indura Bakta, olyan jó barátunk volt, hogy amikor megnősült, én voltam a házassági tanúja a Sándornak. És hát elmondhatom, hogy nekem ez ő mellette semmiféle végzettségem nincsen, mert én meg jugoszláv állampolgár voltam, nagyon egészségtelen volt abban az időben. Úgyhogy én nekem 19 éves koromtól protézisem van. AVH-nál voltam vagászaton. Nem akarok erről többet beszélni. Pedig bátyám is volt, meg öcseim is, de bátyámat se, anyámat se, hogy engem miért, én nem tudom. És hát valahogyan, ha nem, jelentkeztem a dolgozó gimnáziumába, még onnan is kiraktak. Úgyhogy egyszerűen nem lehetett mozdulnom, nem lehetett semmit csinálnom, de nekem ez többet ért minden egyetemnél, hogy én ezek az emberek között lettem fölnőtt, hogy úgy mondjam. Én ezektől annyit tanultam, és rengeteget olvastam. És főleg a Gábortól, a férjemtől. Hát szinte az apám is volt, nem csak a férjem. És tényleg egy végtelenül szeretetre méltó valaki volt. Aki minden, bárki jött, ha csak egyszer járt nála, az szép emlékekkel ment el. Mert úgy átérezte az emberek gondját, baját. És hát nagyon sok újságíró barátunk is volt természetesen, és tudja, mi volt a gyönyörű, hogy abban az időben senki, egyikünknek se volt pénze, ezeknek a híres íróknak se volt pénzük. És talán ez volt a kikapcsolódásunk, a gyönyörűségünk, az egymással való beszélgetések. Ez nagyobb gazdagság mindennél, ez pénzen nem megvehető. Nagyon sokáig bántott, mert nagyon szerettem volna tanulni, hogy nem tanulhattam. Utána rájöttem, hát mit kesergek én? Bőven kárpótolt a sors. Mert
ez többet ér nekem minden diplománál, hogy ezeket az embereket mondhattam közeli barátaimnak. Szoros barátságot ápoltak a híres grafikus Szász Endrével. Tudja, mi hozott bennünket össze? A szegénység. Nekünk se volt semmink, nekik se volt semmiük. És akkor, mikor egy Magdi nevű hölgyet vett feleségül a Szász Bandi, akkor én voltam szintén a tanulja, a házassági tanulja, és akkor azt mondtuk, hogy 2 hétig azon ászajándék nálunk lakhattok, ugyanis fönt a Normafa panzióban lakott, amit már nem tudott fizetni, egyszerűen nem tudtam már fizetni. Boldogan oda költöztek hozzánk, aztán vagy 2 évig ott voltak, mert nem tudom. Két hétből 2 éve. Igen, de viszont látja ezek is. Mi mindig olyan jókedvűek voltunk, olyan csodálatos időszak volt, hiába nem volt pénzünk, nem éreztük. Volt az úgynevezett brazil presszó az Oktogonnál, ha hiszi, hanem utána dús gazdag lett, mert tényleg dús gazdag lett, és ott emlékszem 20 meg 30 forintért rajzolt ilyen kicsi kis akármiket, és eladta. És akkor egyszer jött egy hölgy, nem tudom, hogy találta meg, hogy neki kellene, ő amerikai, és hogy egy balatoni tájkép. És mondta Bandi, én gicseket nem festek. Mondtuk, hogy Bandi, ne csinálj ilyet, hát annyira kell a pénz, van egy csomó balatoni képeslap, majd lenézed. Nagy nehezen ráállt, hogy jó, megfesti. Festett is egy képet, a nő majdnem vizesen vitte el, de közben oda telefonált, hogy sirály is legyen rajta. Azt mondta, ezt végképp nem csinálom, nem vagyok hajlandó. Mondtam, te nem csinálod meg, akkor én festek rá és sirály, de megcsinálod, mert kell a pénz. És majdnem nedves volt, amikor elvitte a hölgy a képet. És akkor összeültünk, ha hiszi, hanem akkor a nagy dolog volt nekünk, az a nő annyit fizetett, így kiraktuk az asztal közepére és néztük, hogy most mit csináljunk belőle, hogy mi lenne a legfontosabb. Erre megszólal a Bandi, azt mondja, anya, mert mindig úgy jött, anya, soha életvedben nem voltál bárva, elmegyünk mind a pipacsba. Akkor voltam először is utoljára, nem is kívánkoztam. Hát így írt a Bandi. A brazil külügyminisztérium 1972-ben meghívta Brazíliába. Amikor végre a Gábort meghívták hivatalosan Brazíliába 72-ben, úgy mehet, mindent fizetett a brazil állam, de a repülőjegyet nekünk kellett volna megváltani oda-vissza, ahol egyszerűen nem volt pénzünk. És pont jött, akkor már a Szász Endre nagyon gazdag ember volt, és kint élt Amerikában, és éppen írt egy levelet, hogy küld nekem egy eleven ocelottot. És erre a Gábor a férjem visszaírt, hogy Bandi, mi a csodát csinálunk mi egy eleven ocelottal, de ha te akarsz segíteni, akkor küldj egy repülőjegyet. Budapest, Rio, Rio, Budapest. 2 hét múlva itt volt az értesítés a Lufthansa-tól, hogy utazhat. Sok örömet okozott neki, de azt mondja, sokszor voltak nehéz órái. Mert úgy minden visszajött, minden eszébe jutott. Soha nem gondolt ő arra, hogy ő egy akember. De azt mondja, ott többször eszébe jutott, hogy hát itt történt. Aztán nem töprengett ő ezen sokáig. 1964-ben, 1968-ban és 1978-ban Mongóliába járt felfedező úton, ezekről is megjelent 3 könyve. 2-szer együtt voltunk Mongóliában, 64-ben meg 68-ban, aztán harmadszor ő az unokaöccsével ment el, én meg a filmgyárról. Én nem akartam, már másodszor sem akartam elmenni. Hallatlanul izgalmas, fantasztikus utazás volt az. Na de mindent tudtunk róluk, csak azt nem, hogy rengeteg a mongol közt a TBC-s. Mert nincs mit enni. Illetve hát esznek, de az, amit ők esznek,
És én olyan TBC-vel jöttem az, hogy egyből egy évre mentem szanatóriumba, tüdőszanatóriumba, és akkor a másodszor se nem akartam, sehogy se nem akarodszott kimenni. De hát annyira mondta, hogy ne tedd, gyere, mert én meg vágyom. Tudja, az is milyen érdekes volt, képzelj, hogy megérkezik egy magyar író Mongóliába, Ulánbátorba, fél író szövetség kivonult, és ledöbbentek, hogy jön egy ember, aki vak, aki nem lát. A nyelvet se beszélte, nem lát, és könyvet akar írni Mongóliáról. A magyar író, aki nem lát, igen. Igen. Ha így visszagondolok, akkor nem csodálkozom azon, hogy megdöbbentek. Egyébként hogy jött Mongólia egyáltalán? Tehát hogy került ki? Ez úgy jött, hogy nem jött össze a Brazília. Sehogy sem, mert aztán még évekig kísérletezett. Nem jött, nem adtak aztán beutazási engedélyt, meg kiutazási engedélyt se adtak, és akkor az Erdi István régész barátunk egyszer azt mondta, hogy mit erőködsz Gábor azzal a Brazíliával, gyertek Mongóliába. Hát oda meg a kutya se akart menni, és így pillanatokon belül írócsere egyezmény keretében kimehettünk, ide meg jött a Banzrak nevű mongol író. És hát így kerültünk Mongóliába. De ez olyan pillanat alatt, két hét alatt lezajlott. Hát az első úton általában Dél-Mongóliában, a Góbi-sivatagban le a kínai határ felé, kicsit mentünk nyugat felé is, de inkább a második úton, akkor egészen a Mongol-Altájig elmentünk, meg keletre is. Ott, hogy úgy mondjam, az értelmiségiek, azok valahol tanultak, általában az akkori Szovjetunióban, ugye? És beszéltek oroszul. Na most oroszul én is beszéltem, és így aztán, meg mongolul is volt egy Csáncál nevű mongol barátnőm, és nagyon sokat megtanultam tőle. Na most a mongolok képesek így elülni egy asztalnál, pipáznak, abban pici kis pipáik vannak, és fél óránként bök ki valaki egy-egy szót. Ez ott a társalgás. És nagyon jól megvannak együtt. Nem kellett oda sok tudomány, hogy megértessük magunkat. Az alapszavakat tudtam, és aztán ugye mindig jött velünk is egy író, aki biztos, hogy tudott oroszul. Volt úgy, a második utunkon a fiam is velünk volt, hogy ők tudják, hol a gázló, hol kell áthajtani a folyókon, nyakig ültünk a vízbe kapásból, ugye éjjel sötétbe, ilyenek voltak. Aztán az a csoda, hogy akkor a szabad területen, és 77 csapás, hogy mennek az autók, és ha hiszi, ha nem, karamboznak néha. Ne férnek el mégse. Aztán volt egy, hát Hujirban kikötöttünk, valami borzalmas lápon kellett átmenni, és akkor a régész barátunk is jött. Mi új kocsival mentünk, és régi gépkocsi vezetővel. Ő fordítva, régi kocsival és új gépkocsi vezetővel léptennyomon elakadtak. És akkor egyszer ilyen mocsárba elakadtunk, de mi valahogy kiverekedtük magunkat, és nem jöttek az erdélyék utánunk, visszamentünk, megint megjártuk ezt a mocsarat, és tényleg segíteni kellett a mi gépkocsi vezetőnket, Szerenden, de meg tudta javítani az ő kocsijukat. És akkor mondták, hogy mi akkor egy Hujirt nevű helyiségbe igyekeztünk, hogy ott lesz szálloda, foglaltak helyet, mindent. El is értünk a szállodába, de egyszerűen hely nem volt. Hát táviratoztak, és aztán azt mondja a portás, az is tudott jól oroszul, azt mondja, igen, Mongóliában azért olcsó a távirat, mert fölveszük, de nem továbbítjuk. Hát aztán így, látok, most mégis amerikai turistákkal volt tele, akik mentek Kumiszkúrára. Az egy nagy divat volt, és azokat simán beengedték, egész repülővel mentek, és ilyen nagy bőr kanapék, fotelok voltak, akkor hagyj üljünk ezekbe be, hogy kicsit kinyúljunk. Azt mondtam, tessék, beültünk, fel is ugrottunk, mert ha jégtáblára ültünk volna, az olyan hideg volt.
És akkor egyre biztatott minket a kísérőnk is, meg a sofőr is, hogy nem, majd holnap kisüt a nap, és mi meglátjátok, milyen jó lesz. De akkor már olyan régen nem mosakodtunk, valami szörnyű volt. És akkor egyszer csak ott nekiindultunk, tényleg kisütött a nap, sétálunk, és a szállodát egy ilyen vagy 50 méterre levő gépház volt, onnan jött a meleg víz, és a csövek a levegőbe. És mi elindultunk, és így nézem, olyan elég sűrűn csöpögött az egyik cső. Alátartom a kezem, és meleg víz. Te Gabi, nézd, itt ilyen sűrűn csöpög a meleg víz, és oda tartottam az ő kezét is. Na most, hát ugye akkor is már protézisem volt, és én azóta nem mostan fogad. De mindig jött utánunk egy csapat mongol ember, mert ugye olyan különlegesek voltunk mi ott, és ahogy megálltunk, körbe leültek ilyen törökülésbe körülöttünk. És mondom, te Gabi, hát én nem bánom, itt néznek, itt ülnek körülöttünk, én megmosom a fogam. És így kibillentettem, és föltartott, erre így megemelkedett az egész társág. Azt mondta, tudod mit, az egyik szeme üvegből, én is. Ki, hát ha még látott embereket futni, soha többé a közelünkben nem mertek jönni. Csak messziről intem így mutattak ránk, hogy inhair, inhair, ez a kettő, ez a kettő. Hát mit gondolhattak rólunk, hogy milyen úgy vagyunk összerakva. Szóval voltak ilyen. És érdekes, hogy ugye nem látott, csak a rosszat érzékelte, ott se vesztette el a jó kedvét. 1949-ben engedélyezték számára, hogy trafikot nyisson Budapest belvárosában. Akkor kezdtünk végre valahogy föllélegezni, mert odáig az én sofőr fizetésemből éltünk. Mert tényleg 18 éves koromban már sofőr lettem, és tovább is az voltam, és 4 tonnás visszajártam a kettes Tefunál. Majd aztán letettem a garázsmesteri vizsgát, és a pénzügyminisztériumban lettem garázsmester, de hát abból, hogy ő könyveket írt, abból nem lehetett megélni. Hát egy könyv megírásától a megjelenésig az átfutási idő nagyon sok. És mennyi volt a honorárium. És közben gyerekeink is születtek, a 3 gyerek. Hát a kenyérre, tejre, az semmit sem. De ugyanis abban az időben, hát alig volt néhány író, akinek nem volt egy plusz jövedelme valami másból, nem a könyvírásból. Úgyhogy ezért kapta ezt a trafik jogosítványt, és hát ennek hát nagyon örültünk, mert valami szerény, de valami kis jövedelem jött belőle. Ami mégis a napi kiadásokra. Hát az embernek rezsie van, meg a gyerekeket etetni kell, meg ruházni kell, meg mi magunk is ugye szeretünk valamibe belebújni. Úgyhogy az én sofőr fizetésem nélkül nem sokra mentünk volna, a végső soron abból éltünk hosszú ideig. Még mindig élnek rokonaik itt. Sajnos egyszerűen nem tudom, úgy elkerültünk egymástól, mert az ő szüleik is ugye meghaltak már mind, és valahogy a fiatalok meg elköltöztek Ajkáról. Egy tanítónő él még itt Ajkán, többiek mind elköltöztek, legtöbben úgy tudom, hogy Veszprémbe. És hát ő többször kijelentette, amikor kérdezték, hogy úgy szó került arra, hogy hol született meg, mert én a legszívesebben Ajkainak mondanám magam. Nem ott születtem, de én ott vagyok otthon. Gyerekkoromban ott voltam otthon. Minden ahhoz köt, ami igazán szép volt, gyerekkoromban az nekem Ajka.
Néha az olyan jó érzés, mikor valahogy úgy kiderül, hogy ismerik, és szeretettel beszélnek róla, de ez mind ritkább és ritkább.